Sziasztok! Folytatjuk a Facebookról rendelt csodák bemutatását. A mai áldozatunk ez a fényszóró felújító kendő. Kettő darab van a csomagban, és mindjárt nézzük is a weboldalt, hogy ez hogyan működik. Azt mondja, hogy a fényszóró felújításra szolgáló tisztító kendő forradalmian új Izraelben tervezett és gyártott termék, amellyel ön újjá varázsolhatja autójának elmattult fényszóróit. Eszközök nélkül, polírozás nélkül, mindössze 2 perc alatt, 3 egyszerű lépésben, előtte-utána fényképek. Itt vannak sorban a lámpák, gyönyörűek lettek. Hogyan működik? Fényszóró tisztítása az egyes számú kendővel. Utána a fényszorok szárítása papírtörlőkendővel, a harmadik lépés, a fényező védőréteg felkenése, ez a második lépés, és az alábbi videóban láthatjuk, hogy hogyan történik ez a sztori. Itt is van a videó, nézzük meg. Megtörli az ember a papírtörlővel. Új. Gyönyörű új. De nagyon kíváncsi ezek, hogy ez mit csinál. Mert ugye egy ilyen fényszóró felújító megoldásra már beégtünk, hogy ez hogyan működik. Most húzza el a csodakendővel. Ott már volt benne egy vágás. Na, erre majd kíváncsi ezek. Hát itt van itt alatta a weboldalon egy női kéz. És ezt a videót én felvettem, de sajnos nem találom, pedig az háromszor meg kellett nézzem, vagy négyszer a videót, mire végre a fényszóró tisztító kendőrés tudtam koncentrálni. Egy nagyon gazella hölgy volt, egy ilyen félvér valamilyen, ilyen ázsiai beütési félvér hölgy volt. Hát az 10 megnézés, és megért. Azt mondja, és itt van a, hol van a fényszóró törlő kendő ára, mindjárt nézem. Rendeljen most csak 4490 forint. Visszatérítés 14 napon belül. Nagyon jó, gyerekek. Szállítási díjak, költségek 1890 forint. Annyi a szállítási költség. Na, mindegy is, nem ez a lényeg. Van egy mat fényszorunk, essünk neki ezzel csodálatos kendővel. Mit tudunk belőle kihozni? Itt van ez a jó kis MX-5-ös. Ha megnézzük a felületét, akkor az látszik, hogy vannak benne ilyen kis viszintes húzások. Hát nem tudom, mennyire adja vissza a kamera, mennyire nem. Meg hát ugye az autó Nápolyból származik, úgyhogy ez kapott napot gazdagon az élete során. Most megnézzük, hogy mit tudunk kezdeni ezzel a fényszoróval. Na, föltépjük az egyes számú kendőt. Fúha, van benne anyag. Jól át van áztatva. Takarítjuk a fényszórót, ennyi kosz le is jött róla. Ugye átmegyünk a másik fényszóróra. Mondjuk dzsubát hozott le tényleg róla a gazdagon. Fúha! Van rajta mocsok. Kezdemben is, mert autót szereltünk, és alig jött le róla a váltót, cseréltünk. Na, mindjárt, ugye azt írta nekünk a Biblia, hogy ezután egy papírtörlő kendővel szárítsuk le a felületet. Mert az látszik, gyere csak ide megy jó, hogy itt, ahol összekentem a fényezést, itt van rajta valami elég makacs dolog. Hát ezt azt mondjuk, papírtörlővel le lehet azért törölni, de kapaszkodik. Tehát van itt valami bevonat a fényezésen, amit le kell dörzsölni. Jó, azt majd lepolírozom róla. Mint a másikat.
szintén. Fú, azért ez a Juvel szépen rárakódott itt körbe, ahol megkentem. Matnak mat még a lámpa, ugyanúgy itt annyit be van foltosodva most már. Meg ez is. Itt látszik, hogy itt van egy ilyen vonal, és a vonal alatt, ilyen foltosodás van a vonalon, alatta, hát nem tudom, szerintem olyan, mint volt, felette sokkal rosszabb. Na, és akkor most jön a csodakendő, a fényesítőbe vonatot fölvisszük. Hát erre nagyon kíváncsi vagy a gyerekek. Ez is jól meg van áztatva. Ez nem, nyilván ugye nem adja vissza a kamera, hogy milyen, de ez valami ilyen olajos cucc így tapintása, meg ha itt megnézitek a gumialkatrészeket itt a lámpa mellett, akkor ez ami ilyen olajos bevonat lenne. Gyerekek, tudjátok ez micsoda? Szagold meg! Ez gázolaj. Gyerekek, ez konkrétan gázolaj. Ez az. Szagold csak meg! Ez szerintem gázolaj. Ez gázolaj, magyarul ezzel frissítették föl a fényszórót, de most mindegy, hagyjuk rajta, és várjuk meg, hogy mi az eredmény. Addig minden esetre mutatnék valamit, hogy gázolajjal mit csináltunk mi annak idén a hadseregbe, és miket lehet például, vannak itt sok műanyag felújító szar, meg ilyenek, hogy nézd meg! 10 000! És a tiéd! Nézd meg! Látod, mennyire ez szép lett? Ezzel. Adok érte 30-et. Na. Jó, menjünk vissza a lámpánkhoz. Nézzük meg. Azért volt ez ilyen hermetikusan lezárva, hogy... De van benne más is. Mert ragad a kezem. Nézd csak meg! Van benne valami más is, de egyértelműen gázolaj szaga van, és így ragad. Na, mindegy, az a lényeg. Most nem tudom, ennek meg kell-e száradnia, vagy mit kell csinálnia, mert ragad a fényszóró. Nézd csak meg ott az új lenyomatomat, látszik-e? Ide tettem az új lenyomatomat. Ott van benne tökéletesen az új lenyomat a mintába. Na most... Most tudjuk a majom a vízbe, most átkerem még egyszer, hogy ne legyen ott az új lenyomatom. Most nem tudom, itt várni kell, vagy nem kell várni. Ugye mivel ezzel a gázolajos szarral, vagy nem tudom mi ez, bekentem, ezért most várok egy picit, hogy milyen lesz ez, amikor megszárad, és jövünk vissza a megszáradt felülettel. De ha nincs szerencsém, akkor simán lehet, hogy kibasztam magam. Remélem, nem kell vennem 2 remixetes lámpát itt a közszolgálat, meg a vevőszolgálat egyébe. Rendesen ragad a kezem, elmegyek kezet mosni. Na, kezet mosok is, jövünk vissza, hogy mi a helyzet a lámpákkal. Itt leteröltem róla. Itt meg ezért ilyen kivárás lett rajta végig. Hát ez egy hangyafasznyit lett jobb, azért meg gázolaj alá van kenve. Micsoda mérhetetlen átbaszás. Az összes. Zuckerberg úr birodalma.
elszabadult. Őszintén, tehát az a probléma ez az egész Facebookkal, hogy nyilván ugye Zuckerberg úr beteg lenne, ha nem ő lenne a leggazdagabb ember a világon, hanem leszorulna az ezredik helyre. De hát ezeket a fizetett reklámokat azért csak valahogy meg kéne állítani, mert ez ami egészen elképesztő, az összes átbaszás. Kivétel nélkül. Na, megmostam a kezem, hogy ne ragadjon. Ugye itt letakarítottam ezt a kiválást, most már száradt ez. Hát még mindig ragad. Az látszik rajta, hogy mivel be van kenve ezzel a trutymóval, ezért a gázolaj miatt láttátok, hogy a műanyag lökhárítón is működik, és amiatt lett egy picit más a színe, és frissebbnek tűnik, de nem jó. Tehát a jó az nem ilyen. És csak azért lett frissebb, mert hogy rajta van ez a trutymó. De most várom még egy jó pár percet, megvárom, míg teljesen megszikkad, és utána megnézzük, hogy milyen, és utána meg fogom mosni vízzel, hogy ha lemosom róla ezt a vackot, akkor alatta mi történt, ugye csak hagyta a gázra és vaszaktól van ilyen színe, hanem tényleg történt-e valami. Hát, most az van, gyerek, hogy szépen lemosom róla a mocskot. Most az van, hogy hát itt nem nagyon történik semmi. Most ez csak egy sima mosószeres víz, és arra vagyok kíváncsi, hogy ez mennyire időtálló, mennyire kapaszkodik ez a szara a kocsihoz. Húha! Gyönyörű a helyzet. Most az van, hogy egy sima mosószeres rongy helyenként leszette, helyenként sokkal rosszabb a fényszóró, mint volt, és ilyen rágyógyult szar van rajta, és ez, ja, ott az új lenyomatom, ott az a ragacsos szar rajta, tehát azért ezt így időtállónak nem mondanám, viszont mivel ez ennyire ragad, ezért ha ezzel kimész a forgalomba, akkor tele lesz, az összes mocsok benne lesz a fényszaródba. Tehát bogár, por, mindent össze fog szedni. Pedig azt hittem, hogy ez most jó lesz. Őszintén bíztam benne. Új, de szarul néz ki. Na most ezt mivel hárítsam el róla, meg a fényezésről. Na itt is érdemes megnézni. Ahova jutott a fényezésre, ott az új lenyomat benne. Gyönyörűen. Pedig gondolkodtam rá, hogy egy maszkoló szalaggal kimaszkolom, hogy ne kenjem össze. Csak belekaptunk gyorsan. Hiba volt. Na most valamivel megpróbálom leszedni, megnézzük, mivel jön le. Na most hoztam nitrohigítót. Megpróbálom megmenteni a helyzetet. Mert az most már egyértelműen kiderült, hogy jó kitoltam magammal. Itt a közszolgáltiság jegyében. Így már most azt mondom, hogy fizettem azért, hogy szívjak. Jó, de hát ez a sorozat erről szól. Fölveszem a szememet, hova raktam. Lássam, mit csinálok. Uha! Gyerekek! Eszetekben ne jusson megvenni ezt a szart, nagyon nehéz eltakarítani. Édesanyám, te nagy hülye a fiad. Zuckerberg úr, ma nézi az adást. Baj van a birodalmába. Rendet kéne rakni, mert csak a csalók használják.
Nincs még kész. Még ott van rajta a szar. Ó. Jó, most már műanyagot oldja. Jó, most akkor... Na, ez most már sikerült megoldani a műanyagot a nitrónak. Mindjárt féktisztítóval rámegyünk, vagy valamivel. Mondjuk azzal kellett volna kezdenem. Én mondtam, hogy hülye. De majd a másik oldalt megcsinálj féktisztítóval. Oda nézz! És már is fényes a lámpa. Az a lényeg, hogy ekkora hülye, hogy lehet, hogy nitróval álltam neki. Amúgy tényleg. Na, sikerült lemattítani a fényszórót. Sokkal jobban, mint amilyen volt. Viszont most akkor neki megyünk a másiknak, mert ugye ez csak alkohol. Hát az gyönyörűen látszik, hogy mennyire fos lett itt, milyen kiválás van körbe. Remélem ez leoldja ezt a moslékot. Minek csinálom én ezt? Na, most jön az a rész, hogy tényleg keresünk egy... Uha! Tényleg keresünk valami olyan megoldást, ami működik. Csak néznék a Facebookon egy MX-5-ös lámpát. Zuckerberg úr, küldjen már egyet. Megnézem, hogy ezt a kiválást, ezt egyáltalán lehozza a víz. De ez úgy néz ki, hogy azt lehozza. Hát ott van a ragacs. Jó, kibasztál magad, de kopasz! Mondjuk nem papírral kéne, hanem valami puha rongyal. Mondjuk egy mikroszálassal. Hát az van, hogy még nem jött le róla a vacak, mert itt van rajta, látszik. És az is látszik, hogy azon kívül, hogy megszivattuk magunkat egy fél órára, azon kívül sok minden nem történt, ugyanaz a szar maradt a lámpája, mint volt. Na, mindegy is, gyerekek. Az a lényeg, hogy itt van ez a kimáló termék. Ez itt, jegyezzétek meg, két lépcsőben használható, illetve nem. Tehát felejtsétek el, Zuckerberg úr meg jön két lámpával, rohadjon meg. Na, hát az a lényeg, hogy ismét 4490 forinttal vagyunk szegényebbek, plusz postaköltség 1890, és van két tönkretett lámpánk, jó, nitróval nem kellett volna neki esni, az hülyeségem volt, de hát a másik is csak szarabb lett, nem jobb. Úgyhogy most keresünk egy olyan fényszóró felújító megoldást, ami tényleg működik. Ti pedig óvatosan a vásárlással nézzétek meg azt, hogy mit vesztek, amit megfogtál, kipróbálta, haverod kipróbálta, az jó, de ne reklámvideókból, Facebookról vásároljatok, mert hát eddig ez a sorozat megfelelően sok kudarccal zárult, és azt látszik, hogy iszonyatos módon fel van pumpálva az összes ár. Az AliExpressen megvásárolt 1-2 dolláros vackokat adják el neked rettenetes áron. Ésszel, gyerekek, ésszel. Nézegettem itt ezt az egészet, meg gondolkodtam az egészen, hogy hogyan működik, és ez a ragadós bevonat, ami az a karosszérián is volt, meg a fényezésen, illetve a műanyagon is, hogy ez milyen szinten marja a műanyagot, vagy nem marja. Mert ugye, hogyha megmarja a műanyagot,
és az elkezd oldódni, meg a festék, meg még, akkor is az lehet az, hogy beleragad az új lenyomatod. Jó lenne rájönni, mi lehet ebbe a vacakba, mert a szaga az egyértelműen gázolaj, de az a ragadós bevonat az meg a gázolaj után nincsen, gázolaj csak csúszik. Úgyhogy most itt nem tudom, hogy ez mi a bánat lehet, gondolkodom, de nem jövök rá, hogy minden esetre nagyon méri a pénzét. A fényezés legalább lejött. Igen. De amúgy semmi nem történt vele. Közben még lett egy gondolatom, hogy átkenem még, most már letakarítottam a lámpát, de átkenem még egyszer a lámpát, és olyan úgy, mint a vadász a vízbe. Éj, a medvével. Éj, vadász, nem vadászni jársz te ide. Mert az előbb megcsináltuk a korzát. Itt a korza. Az ugye kim volt a napon, folyamatosan éri a nap, és az, nem tudom, van hagynyomot az ujjam rajta, de nem ragad. Tehát az a ragadóság megszűnt. Mondjuk a műanyag elég jól néz ki tőle. És most kitolom az MX-et a napra, egy újabb átkent réteggel, és megnézzük, hogy mit csinál akkor. Vagy megszivattam magam végleg, vagy még az is lehet, hogy lesz bele valami. Minden esetre az egyébként látszik most a fényszórón, hogy hiába kentem át ezt a dzsuhát, azért nem lett olyan új a fényszóró, és hiába friss még rajta ez a mocsok, nem lett olyan, mint ahogy a reklám videóban látszik. Mindjárt megsütjük. Na, kivittem a napra, fú, de rohadt forró lett, és rásütöttem a napon ezt a bevonatot, ugye nyilván nem 2 perc volt, de ha megnézitek a felületet, akkor hát a franc se tudja, tehát egy valami minimális javulás talán mintha van, de szerintem csak azért, mert rajta van ez a gázolaj, közben befutott a Borsa meg egy barátja, és megszagoltattam velük is, és azt mondták, hogy ez olyan, mint amikor a 10 éve rohadó ifába kinyitod a tanksapkát, olyan szaga van, tehát konkrétan szerintük is ez gázolaj. Nincs az a fajta ragadósága, mint ami volt korábban, hogy az új lenyomat benne van, de még mindig ragad. Egy picit mindig ragad ugyanúgy a felület. Az a lényeg, hogy igazából nem történt semmi. Most se.